a Balassa Tudományos Pályázatra, amit a fiatal munkatársainknak hirdetünk meg minden évben, örömtelően nagy számú jelentkezés érkezett. 22 pályamunkát adtak be a munkatársak. Mindez azt jelzi, hogy a gyógyító munka mellett jelentős figyelem fordítódik a tudományos munkára is a kórház rezidensei és orvosai között. Németh Csaba főigazgató úgy fogalmazott a Balassa Nap a kórház és a tudomány ünnepe Szekszárdon. Ez én azt gondolom egy olyan rendezvénye a kórháznak, amikor az összetartozásunkat, egy csapatba tartozásunkat tudjuk erősíteni, és a közösség formáló és szemlélet formáló ez a rendezvény. Az esemény díszvendéke Bejei Árpád professzor, aki a Pécsi Tudományegyetem nagyköveteként az oktatókórház fontos szerepéről beszélt. Olyan hihetetlen módon fejlődik az orvostudomány, hogy a fiorvosok tudományos munkája nélkül elképzelhetetlen a csatlakozás a világ folyamatokhoz. Ez egy nagyon nagy érték a kórház számára. A Balassa Napokat ebben az évben 17-szer szervezte meg a kórház. A tudományos előadásokat szakmai zsűri értékeli majd, és jutalmazza a szombati ünnepi ülésen.